Még mindig nem dőlt el, hogy mozgalomként vagy pártként folytatják a Jobbikból kilépett tagot, ahogy az sem, hogy Dúró Dóra visszaadja a mandátumát. Novák előtt ugyanakkor már vázolta a június 23-án megalakuló szervezet programját. Követelései között szerepel az ügynök listák titkosításának feloldása és a kommunista vezetők elszámoltatása is. Május 12-én választották a Jobbik elnökévé Schneider Tamást, aki akkor még bizakodó volt a párt jövőjével kapcsolatban. Nagyon büszke vagyok azokra, akik ma meglettek választva, mert gyakorlatilag a teljes szegmensét lefedik a jelenlegi Jobbik különböző elképzeléseinek. Az új elnököt és csapatát azonban korán sem látta mindenki szívesen. Az ellenfeleként induló Toroczkai László platformot alapított és élesen bírálta Schneidert, amiért végül kizárták a pártból. Fájó szívvel, de meghozzuk azt a döntést, hogy kilépünk a Jobbikból. Toroczkai Dúró Dóra és Novák Előd is követték, ami úgy tűnik kilépési hullámot indított el a Jobbikban. Szombaton a Nógrád megyei elnök hagyta ott a pártot, akit azóta több helyi vezető is követett. Nagyon sok megyében láthatunk hasonló felindultságot. Novák Előd abban bízik, hogy a most kilépő tagokkal alakulhat meg június 23-án az új párt vagy mozgalom. A politikai mozgalom akkor pártnak van elsődlegesen értelme. Természetesen más politikai mozgalmaknak lehet értelmük a civil életben is, ahogy egy ilyen missziót is, akár civil mozgalomként is lehetne folytatni. Mi viszont ennél nagyobb mértékben szeretnénk beleszólni a politikába, a döntéshozatalba. Novák Előd egyúttal bejelentette, akár pártként, akár mozgalomként folytatják, követeléseik között lesz az ügynöklistnek titkosításának feloldása, a kommunista vezetők elszámoltatása és luxusnyugdíjaik megvonása is. Azt is mondta, hogy mindenre egy lyukaszászló adományozó akcióval szeretnék felhívni a figyelmet. Nem látom azt a tömeget. A bejelentésre a Jobbik nem reagált. Mirkóczki Ádám még szerdán az egyenes beszédben azt mondta, túlzóak Novák Előd állításai, miszerint tömegesen hagynák el a taguk a pártot. 100 kilépő van és durván 100 belépő, tehát valahol egyébként a kilépők és az új belépők aránya egálban van. Mirkóczki Ádám ugyanakkor hozzátette, ő maga is több kilépőre számított.